Sajtószóvi velet a hallásérült szépség királynő. Először a Csángót úra kapcsán kóstolt bele a szóvivő szakmába, ahol egy, ahogy olyan jól feltalálta magát, hogy most már állandó sajtószóvivője az Afrikai Magyar Egyesületnek. Vendégünk Weiss Fanni, illetve Balog Sándor, illetve Nyírő Gabriella jeltolmács, aki segíteni fog nekünk abban, hogy Fanni gondolatait tolmácsolja. Fanni, hogyan jött az ötlet, hogy a divat szakmából átvándoroljál erre a területre, és sajtószóvivőként dolgozzál? Vujit Ritkónak volt a gondolata, és én nagyon szívesen és nagyon büszkén csatlakoztam, és nagyon büszke vagyok, hogy csatlakozhattam ehhez a munkához, és így Magyarország első, talán Európa első sikert sajtószóvivője lehettem. Az érdekel engem, hogy egy sajtószóvivőnek van egy személyisége, egy kisugárzása, a netántán humora, a jeltolmásnak azt vissza kell adnia kell, ahhoz egy szinkronitás. Ez megvan itt? Természetesen nagyon is működik, hiszen a jelnyelv az egy nyelv, és ugyanúgy működik, mint a beszélt nyelvek. Sándor, hogyan jött az ötlet, vagy miért pont Fannira esett végül a választás? Az Afrikai Magyar Egyesület 6 éves fennállása alatt mindig megpróbált hátrányos helyzetű csoportokat támogatni, főként Afrikában, de mint ahogy a Csángó túra mutatja, az Afrikában szerzett tapasztalatokat megpróbáltuk régi magyar területeken is hasznosítani. Azért esett Fannira a választás, Vujit Ritkó mellett, aki egyébként az Afrikai Magyar Egyesület tagja az ő ajánlása mellett, mert egy másik olyan csoportot, aki hátrányos helyzetű, próbálunk bevonni egyfajta munkába, hisz mindig ez a probléma, hogy azok, akik valamilyen fogyatékkal, valamilyen hátrányos helyzetben élnek, azok nagyon nehezen jutnak munkához, nehezen jutnak lehetőséghez. Jelen esetben Fanninak minden adottsága megvan, hogy a sajtószóvivői munkát ellássa, és egyfajta különleges figyelem is irányul magához a különleges helyzethez, amivel felhívjuk arra a figyelmet, hogy az ilyen fogyatékkal élőknek is van lehetősége és van esélye, mind a mellett természetesen Fannira, ahogy mondtam, is különleges figyelem irányú. Hogyan reagáltak egyébként az emberek Fannira, és Fanninak hogyan ment a beilleszkedés ebbe a munkakörbe? Én azt gondolom, hogy mindenki örömmel vette az ő jelenlétét, és ahogy az imént említettem, különös figyelem irányú, mert általában egy sajtótájékoztatón mindenki beszél. Taps, mosoly, ezt tudom mondani, igen. Tehát mindenki örömet vált ki az, hogy ilyen van, örömet vált ki, hogy valaki ezt fölmeri vállalni, és örömet vált ki, hogy valaki, akinek elméletben a társadalmi problémák miatt visszahúzódónak kéne lenni, de nem az. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az emberek igazságérzetét ez legyezgeti. És a Fanni, mi a konkrét feladatot, és hogyan készülsz rá? Úgy készülök, hogy személyes találkozás alkalmával, beszélgetések alkalmával tájékozódom, hogy mi a program, mi a cél, mi a feladat, és főleg így, hogy próbálok a témában ismereteket szerezni, hozzáolvasni, tájékozódni. Mi az egyébként, amit a legjobban szeretsz ebben, Fanni, ami igazán közel áll a szívedhez ezen a munkaterületen? Én nagyon szeretem ezt a munkát, és nagyon, nagyon szeretek odaállni olyan ügyek mellé, ami a hátrányos helyzetű emberekkel kapcsolatos, őket érinti. Volt olyan történet, amire szívesen emlékszel vissza, ami téged is meglepett a munkát során? Nyilván ugye most nem a divat szakmára gondolok, hanem itt a sajtószóvivőség kapcsán. Akár egy reakció, akár egy kérdés miatt. Nagyon jó érzés a figyelem, ami felém és a téma felé fordul. Ez egy nagyon jó érzés nekem.
Én azt gondolom, hogy mindig az a legjobb, amikor az emberek a sajtószóvivői munka végén, a bejelentés végén, amiben nekünk is nagyon jó, mert egyszerűsítenünk kell saját mondandónkat, és ez sokszor jobban átüt, megtanulnak jelnyelven tapsolni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor ez a munka tényleg értelmét nyeri, megértik az emberek a mondandónkat, és megértik, hogy azok a fogyatékkal élők is élhetnék az életüket, és megtanulják ezt a tapsot. És én azt gondolom, hogy ez a legszebb része ennek a sajtótájékoztatónak. Egy dolgot mondj még meg nekünk, Fanni, kérlek, hogy volt-e már olyan, akit megtanítottál komplett mondatokra, akár az újságírók közül? Kérnek-e tőled segítséget? Hát például Tvitkót rendszeresen tanítom, és kiváló alany. Azt elhiszük, ő hamar tanul, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és Vujic Trutkónak is külön köszönjük, hogy ezt az egészet sikerült létrehozzátok.